Sziasztok! Itt vagyunk Remastiban, és újra jelentkezünk, és most azt fogjuk elmondani, hogy mi kell a jó wingsurfezéshez. Sziasztok! Nem kell sok cucc, amit itt láttok mögöttünk, az a pár dolog. Ennyi fért ebbe a részbe, jövő héten is tartsatok velünk, sziasztok! Az egyszerű dolgokkal, legyen a pumpa. Ezt már sokan ismerik a kájtozásból, szupozásból. Kell egy olyan pumpa, de fel tudjuk fújni a wingeket, hiszen a legtöbb felfújhatós. Némelyik tartalmaz bumot, ami nem felfújhatós rész, de a fő részét akkor is fel kell fújni. Ezek általában két irányba fújnak, van rajtuk egy nyomásmérő, és a wingre ráírt nyomásra fel kell fújni, ennyit kell róla tudni tulajdonképpen. Nem jár a winghez, ugye? Általában nem, valamely, a NES az adja hozzá, az RRD az nem, a többi gyártót most nem ismerem, tehát mindegyik más kondícióval működik. Jó, tehát pumpa ennyi, ennyit mondanék róla, nem húznám az időt. Következő dolog, leash a deszkához. Én magam szerint nem használok leash-t, csak bizonyos körülmények között, ha nagyon nagy hullámok vannak, vagy olyan helyen megyek be, ahol nem voltam még. Lesz majd egy olyan rész, ami megmutatja, hogy hogyan kell utolérni a deszkát a wing segítségével, de ezt majd el fogjuk abban a részben mondani. Szóval a lényeg az, hogy a deszkal is mindenképp használjuk, mert ha egy pillanatra is elengedjük, a deszka a foil miatt így eldelfinezik tőlünk olyan gyorsan, hogy észre se fogjuk venni. A bekötése ennek többféle ponton lehet, azt is mondjuk általában el, nem? A deszka végére szokták bekötni. Nem úgy, a másik vége. Tehát, hogy, ja, a, hogy igen, a boka, térd, hajlat. Vagy térd hajlatra szokták, vagy bokára tenni. Én személy szerint, mivel használok trapézt, a trapézt hátuljára szoktam tenni. Trapézt nem mindenki használ. Trapézt azok használnak, akik vagy szörföztek régen, vagy van trapézuk. Erőllétük, vagy egyszerűen... Van nekik. Van trapézuk. Én azt mondom, hogy ha erős szelekben is megyünk, nem baj, ha van trapézunk, főleg ha trükköket is csinálunk, mert olyankor lehet pihenni. De nektek, akik most ezt tanuljátok, a trapézra nem lesz szükség, tehát olyan leashre lesz szükség, amit a lábra kell majd tenni. Jó? Wing. Következő dolog, ami a legfontosabb, a wing. Ez, amit itt láttok mögöttünk, ez egy 5 négyzetméteres szárny. Gyere, közelebb egy kicsit, nézzük. Gyakorlatilag olyan 3 négyzetmétertől mennek ezek már 7-7,5 négyzetméterig. Én azt mondom, hogy egy átlag 80 kilós embernek, ha nem nagyon kis szélbe akar csak menni, hanem úgy átlagosan szeretne wingezni, én azt mondom, hogy az 5 négyzetméteres egy nagyon jó első szárny. Hiszen ez jó közepes széltől erős szélig, gyenge szélbe is tudunk vele gyakorolni. Nem akad le még mindig a vége a vízben, tehát egy ilyen jó all-round megoldás. Előbb-utóbb, ha kemény, magos wingesek leszünk, akkor úgyis lesz 3-asunk, 4-esünk, 6-osunk, 5-ösünk, vagy amit épp kitalálunk magunknak, attól függ, hogy hol szeretnénk használni, mert ha Kárpátoszra megyünk, akkor 3-as winget veszünk, ha meg a Velencei tónak akarunk pirinckázni, akkor 7-eset mondjuk. Tehát nagyjából ennyit mondanék róla. Az, hogy milyen a wing, nagyon sok gyártó van most már, 4-5 gyártó, ami nagyok. Általában mindegyik teljes mértékben felfújható, vagy a középső rész, amit fogunk, ott az olyan, mint a windsurfből megszoktuk a bumot. Hogy mi lesz a jövő, ezt majd a jövő megmondja. Én azt gondolom, hogy a legtöbb gyártó még ragaszkodik a teljes felfújható dizájnhoz. Valószínűleg azért a nagyon kicsi, könnyen elcsomagolható, sokkal egyszerűbb felszerelni. Tehát úgy mondani kell hirtelen róla. Peti meg, hát elmondja, hogy milyen deszkát. A deszkát. Így van, tanuláshoz a súlyunknak nagyjából a kétszeresenek megfelelő liter számmal rendelkező deszkát használjunk, ez lehet felfújhatós vagy merev testű, ez itt egy 38 literes, ez csak szemléltetés kedvéért van itt, ezeken a nagyobb deszkákon nincsen papucs, hogy könnyebben tudjunk rajta lépkedni, meg igazából nem is nagyon van rá szükség a tanulásnál. Azért gondolom, hogy abban a deszka méretben talán célszerűbb a felfújhatósat venni, mert könnyebb szállítani, később megmaradhat egy ilyen fél szupnak, vagy szapnak ki, hogy szeretnénk mondani. Vagy tovább lehet passzolni, és talán a
a felfújhatósok jobban fognak menni a másodlagos piacon. Lényegében 35 litertől mennek föl a deszkák, vagy 25 litertől 160-170 liter. Ja, igen. A fölött már nincs ötletek. A deszka másik fele, ez nem része igazából, vagy hát a csomagnak, ezt külön lehet megvenni, ez maga a foil. Ennek két fontos paramétere van, amiről érdemes beszélni. Az egyik az árbócnak a hossza, ez 85 centi, ja nem, 65-ös, igen, ez a, talán innen indul a maszt méret. Tanulásnál célszerűbb rövidebbet választani, nem egyből a 85 vagy 100-as méretekkel kezdeni, mert sokkal egyszerűbb megtanulni. Meg sekély vízbe, ami mondjuk Magyarországon, Velencei tó, Balaton sokkal célszerűbb. Így van. Hosszabb masztal sokkal nehezebb. Nehezebb, vagy sokkal jobban be kell sétálni a Balatonba, vagy a Velencei tóba, vagy akár lehetetlen küldetés. A szárny méretben ne hagyjuk magunkat rábeszélni az ezres szárnyakra, minimum 2000-es méretű első szárnyat vegyünk, ami később időtállóság szempontjából kisszeles szárnyra fog avanzsálni, mikor már elsajátítjuk a wingezést. Szóval egy ilyen 1500-as szárny egyébként nagyon jó orrán méret. Amúgy hát igen. Ez hosszú távon is jól működik. Mi ugrálunk vele, meg mindent csinálunk eddig, ami így van trükk a wing szörvben, eddig még Wing Foilban eddig mindenre alkalmas volt, és már azért elég sokat végig nyomtunk már ezekből, majd ezekről is készül videó. Jó, a deszka az meg vagy elpasszolós, vagy megmarad, ugye? Tehát, hogy ez olyan szempontból nem egy ilyen halott befektetés. Lényegében elmondtunk mindent, az árakról nem annyira beszéltünk. Az ernyő, ez 2-300 ezer, ugye? Nagyságrendileg 200 és 300 között vannak. Deszkákról? Deszkák is 200-tól, hát 500-ig mennek, attól függ, hogy full carbon deszka, stb. Mereve vagy felfújhatós? Felfújhatós deszka. Merev deszka. A felfújhatós deszkák egyébként jóval olcsóbbak, mint a merev deszkák. És a foil is körülbelül 250-től 500-ig megy. 600-ig akár a full carbon. De még tanulunk, erre nincs szükség. Ennyire durva árakra. A trapéz, egy szörfös trapéz is jó. Már vannak olyan próbálkozások, hogy egy sima övet vesznek csak fel, egy ilyen könnyített valamit, mert a wingnél sokkal kisebb a húzóerő, mint a windsurfnél, tehát nem szükséges, hogy egy ilyen nagyobb trapéz legyen rajtunk, mint a windsurfben, meg a kitesurfben megszoktuk. Én azt használom, amit a kitesurfhöz is használok, így nem kell egy túrára elvinnem ilyen trapézt is, meg olyat is, hanem csak egyet viszek és kész. Én azt mondom. A felszerelés tekintve gyakorlatilag ennyi. Nagyjából ez az alap. És tudjátok, befújt a szél, úgyhogy lassan mennünk kell, úgyhogy igen. Várunk benneteket vissza a következő részre is, de most, ha tudjátok, mi van, ha fúj a szél, menni kell. Sziasztok!